Sokan nem veszik komolyan az apró tüneteket, pedig a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétellel több tíz vagy akár százezer vesebeteggel is kevesebb lehetne Magyarországon. Ezzel a problémával is foglalkozunk a 35 perc mai adásában, előtte azonban nézzük a teljes kínálatot. Fejlesztések Gávabencsellőn, turisztikai beruházások előtt a település. Tréning sorozat az agrárszakképzésben. 1 milliárd forint értékű pályázat zárult le. Vesebetegek Egyesülete, több mint 1 millió ember vesebeteg Magyarországon. Több fejlesztés a befejezéséhez ér, néhány beruházás előkészítés alatt van épp, és tervekből sincs hiány Gávabencsellőn. A település vezetésének egyik legfőbb célja, hogy fellendítse a település idegenforgalmát. A részletekről Berecz János polgármester számol be. Jó estét kívánok, köszönöm. Köszönjük. Mielőtt azonban ezekről beszélgetnénk, én kérem, hogy egy picit mutassa be Gávabencsellőt. Mik a legfontosabb adottságai ennek a településnek? Köszöntöm a kedves nézőket. A legfontosabb adottságaink, hát én úgy gondolom, talán a természet közeliség. A Tisza ott folyik el mellettünk, és sokszor szoktam mondani, hogy 1000 éve elfolyik mellettünk, és igazából nem kezdett még vele senki semmit, és ezért az egyik fő sarkalatos irányvonalunk a turisztika többek között. Egy valamikori 9000-es településről beszélünk, ahol majd most 3500-as lakossal rendelkezik. Jelentős elvándorlás történt ezek szerint. Illetve úgy mondanám, hogy ilyen előregedés. Tehát ez a magyar tendencia. Sajnos a vidéki élet ezt hozza. Kicsit messze vagyunk a nagyvárosoktól, bár 35 km Nyíregyházától nem egy égbe kiáltó távolság, 20 perc alatt bent lehet lenni, de mégis a mai fiataloknak úgy látom, hogy több kell már a mai világban. Nincs McDonald's, nincs mozit. Inger gazdagok környezetet. Ez a tendencia megállt egyébként? Igen, most megállni látszik, tehát azért egyre több fiatal veti meg a lábát Gávabencsellőn is. Köszönhető ez az ingatlanáraknak is, illetve hát a kormány család támogatási politikájának. Úgyhogy mi ez alá szeretnénk dolgozni, mint önkormányzat, illetve testület. Gazdaságfejlesztési, turisztikai és egyéb főbb sarkalatos terveinkkel. És hát bölcsődét is építenek. És éppen ezért egy új bölcsődét is építettünk, amelynek a befejező szakasza tart már épp, egy pár héten belül befejeződik, és jön az átadás. Szeptemberben már gyereklétszámmal szeretnénk indítani. Tavaly év, illetve 2 éve adtunk át egy új óvodát is, tehát úgy szépen kockáként rakjuk össze a fiataloknak kedvező körülményeket, hogy úgy mondjam. Mik azok a területi vagy fejlesztések, beruházások, településfejlesztések, amik az ott élőknek a komfortfokozatát tudják erősíteni? Hát, ahogy mondtam, az egyik fő sarokelem a gazdaságfejlesztés. Mindennek az alapköve. Tehát, ha vannak megfelelő cégek, akik munkát tudnak biztosítani, akkor szívesen maradnak ott az emberek. Hál' Istennek a környéken azért mi vagyunk a legnagyobb munkáltató, így gazdaságilag. Két nagy cégünk is, a Hasso, illetve a Mirbest Kft. Is nagy beruházásokat tervez még tésztagyártás vonalán, amely talán majd újabb munkaerőt fog generálni, munkahelyeket fog generálni településünkön. Kicsit már az is a probléma talán, hogy aki eddig akart, az talált munkát Gávabencsellőn. Tehát kicsit úgy félve tekintek én is elé, hogy fogunk-e 40-50-60 embernek még, vagy embert még találni ezekbe az üzemekbe. Illetve vannak egyéb nagyobb munkáltatóink is. És hát ez a gazdasági oldala, ami vonzóvá teheti a települést, illetve nekünk mondom, mint önkormányzatnak az élhetőbb tételt, az utak javítását kell egy kicsit előtérbe helyeznünk a közeljövőben, amelyre be is vonatva egy komoly pályázatunk. Tehát nagyon sok olyan mellékút, hogy úgy mondjam, lesz felújítva, amely eddig elmaradt a település életéből. Illetve hát a nagy bekötő útjaink egy Nyíregyházatokkal itt összekötő főútvonalra rákött Varjulaposnál egy TS út, mi úgy hívjuk, csak régi TS út. Tehát ennek a kiszélesítése, felújítása, amely az autópályát teszi majd elérhető közelségbe még jobban Gávabencsellő számára. Bár itt a nyírszőlősi elkelülő már azért nekünk is sok kedvező hatást hozott. Illetve hát beharangozásra került idén tavasszal az új híd építése Balsánál, tehát
a világháborút követően lerobbantották a Kenézlő-Balsa közötti hidat, és erre már egy kormányhatározat is született az éven, hogy hát elindul a tervezés, felmérési folyamatok. Na persze ez minden a gazdasági környezettől függ, tehát látjuk, hogy azért ez a háborús időszak minden befolyásol. Úgy a kis települések életét is, nem csak hogy Európáit. Lehet Gába Vencsellő környező még kisebb települések számára egy vonzerő? Abszolút, tehát ahogy mondtam is, a környék 5-6-8 települések között mi vagyunk a legnagyobb munkáltató, illetve hát akár oktatási téren, ha nézem, illetve kulturális vonalon is próbáljuk oda tenni magunkat az elmúlt években, ez látszott. Tehát kicsit a Tiszára építve, illetve van egy kastélyunk, egy dezsefi kastélyunk, amelyet a közeljövőben szintén szeretnénk a turisztikai vonalon elindítani a felújítását. Ez már megtettük a kezdeti lépéseket, tárgyalásokat folytattunk, talán az éven ott is elindulnak a tervezési folyamatok. Mi a koncepció turisztikában? Mi az, amire alapozni szeretnék a turizmus fellendítését? Hát nemrég láthattuk a tokai polgármester riportját is a televízióban. Kicsit erre hajalva, ugyebár indul a Nyíregyháza tokai turisztikai tengely, mi is, mint Tisza menti települések, nagyon sokan erre próbálunk ráugrani, és hát vannak települések, akik már előrébb járnak, van, akik még most kezdik ezt a dolgot. Mi már évek óta építjük ezt a vonalat. Van egy komoly turisztikai tervünk, egy koncepciónk. A kicsit a Balsa-Vencsellő közötti területre koncentrálva, amely a településnek egy meghatározó szegmense, tehát ott van a kastély is, ott vannak a fő vendégházaink, ott van a Jánostó, a kishajókikötő, és ezt a térséget szeretnénk turisztikailag még jobban megmozdítani. Messze vagyunk még a céltól, én úgy gondolom, de ahogy mondom, kockánként építjük fel. Egynapos turistákat várnak, vagy akár szálláshelyekben, vagy ne talán kempingben, vagy mi az, amiben gondolkodnak? Vannak magánszálláshelyeink Gáva-Vencsellőn, olyan nagy létszámú szálláshely, talán a János kikötő, illetve van egy nyári táboros szálláshelyünk is, amely a régi iskolából alakítottunk ki, de ott inkább fiataloknak táboribb körülmények vannak, tehát én úgy gondolom, hogy a mai fiataloknak vagy családosoknak azért nem tudunk még akkora alternatívát mutatni Gáva-Vencsellőn, hogy tömegével tudjanak jönni. Tehát én inkább azt mondom, hogy az ilyen egyészakás kalandokat, vagy egyészakás eseményeket próbáljuk még egyelőre erőltetni. Uh-huh. Így van, ilyen vízhez, Tiszához kötődő, illetve a kastélykerthez kötődő eseményeket. Uh-huh. Kerékpárút is épül, úgy tudom még az idén. Ez hol fog futni? Közel van a Tiszához, vagy inkább a környező településeket kötik össze? Abszolút, a Tiszához is közel van, tehát ez is, mondom, a Nyíregyháza-Tokaj tengely, illetve a Nyíregyháza-Tokaj rakamasz felé eső kerékpárútnak a folytatása egy kicsit ez a projekt. Gáva-Vencsellő és Paszab között kimaradt annak idején, 11 néhány évvel ezelőtt a szakasz befejezése, és most, hát nem is baj, én úgy gondolom, mert most egy kicsit európai, szélesebb, modernebb kerékpárút készülhet majd így el a nyomvonalon. Ez Gávának a gávai résztől Paszabig fog tartani, már a tervek elkészültek, kimérésre is került a terület. A Lónyai csatornán lesz például egy külön kis biciklis híd is emiatt építve. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezzel becsatlakozunk mi is abba a vérkeringésbe, amelyben eddig kimaradtunk. Illetve nem maradtunk ki, mert jöttek a kerékpárosok, csak hát azért kamionok között lavírozni életveszélyes. Nem egy életbiztosítás. Említettük, hogy a fiatalok azért ingergazdagabb környezetre vágynak. Milyen programokat szerveznek az idén nyáron? Hát minden a gazdasági helyzettől függ. Persze tavasszal mi már belekezdtünk a tervezési, szervezési munkálatokba, és a tavalyi évhez hasonlóan a kastélykerti színházi estéink lesznek, amely úgy gondolom, hogy szintén hangulatos előadásokkal készülünk, négy komoly esténk lesz, két hetente fogják egymást váltani, illetve a Krumpli Fesztiválunk, amely egy jelentősebb rendezvény lesz majd augusztus 13-án, és augusztus 6-án, tehát augusztus első hétvégén a hagyományos tiszai challenge-ünk, 10 kilométeres nyílt vízi úszás, amely egy kicsit országos rendezvény is már. Illetve mennyire népszerű ez, ha már országos? Hányan szoktak ezen részt venni? Hát tavaly olyan 70-en bátorkodtak neki indulni a 10 kilométernek, mert azért valójuk őszintén kicsit magasra tettük a lécet, tehát nem egy Balaton átúszás, és a Tiszáról beszélünk, tehát egy élővíz, örvényekkel, sodrással, tehát tényleg egy kihívás azoknak, akik az ilyen jellegű élményeket szeretik. Egy dologról nem beszéltünk még, hiszen említettük, hogy azért az előregedés
Gáva Vencsellőn is komoly jelenség. Probléma, így van. Igen, az ő számukra is készül egy beruházás, úgy tudom. Így van, így van. Egy felújítási pályázatunk van beadva, amely már ott áll a célegyenesben. Szintén egy 120 milliós az idősek otthonának a felújítása. Egy 25 fős kis bentlakásos idősek otthonát üzemeltetünk. Ezt szeretnénk komfortosabbá tenni az időseink számára, illetve hát a végcél egy komolyabb idősek otthonának az építése, amely szintén előkészítés alatt áll. Polgármester úr, köszönjük szépen, hogy befáradt a stúdióba, és mindezekről beszámolt nekünk. Köszönöm. Eredményes volt az Északi Agrárszakképzési Centrum több mint két évig tartó képzés sorozata. Az intézmény a megvalósítása több mint 1 milliárd forintot fordíthatott. A mezőgazdasági tréningekbe így több mint 3000 személyt sikerült bevonni. A projekt záró rendezvényét Baktalú rendházán tartották. Traktor vezetését gyakorolják a fiatalok Baktalú rendházán a Vai Ádám mezőgazdasági technikumban. Ez az iskola is az Északi Agrárszakképzési Centrum intézménye, hasonlóan 9 másikhoz. A centrum az elmúlt 3 évben nem csak a középiskolások, hanem felnőttek képzését is megvalósította. Egy vidékfejlesztési pályázatnak köszönhetően 108 képzés zárult le sikeresen. A projekt záró rendezvényét szintén Baktalú rendházán tartották. Lévai Imre, az Északi Agrárszakképzési Centrum főigazgatója beszámolójában elmondta, a képzés sorozata pandémia ellenére is sikeresnek bizonyult, csak nem 3000-en szereztek szakképesítést. 2018-ban került meghirdetésre a vidékfejlesztési program keretében ez a felhívás, és az agrárium területén dolgozó őstermelők, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók, illetve nem természetes személyek képviselői vagy vezetői vehettek részt ezeken a képzéseken, amelyek tulajdonképpen 100%-os támogatási intenzitás mellett valósulhattak meg. Ezek a mezőgazdaság, erdészet és élelmiszeripar területén megvalósuló képzések voltak, illetve hatósági képzés, tehát a mezőgazdasági vontatóvezető jogosítvány megszerzésére irányultak. 108 képzés, tehát 108 csoport képzése valósult meg az elmúlt évek során. Ebből 88 volt az Északi Agrárszakképzési Centrum intézményeinek a keretében megvalósított foglalkozások, a többi pedig a konzorciumi partner az Alföldi Agrárszakképzési Centrum intézményeihez kötődik. Tulajdonképpen ennek keretében egy új kihívást jelentett az, hogy közben jött a pandémia, és ezért egy olyan képzési alternatívát kellett kínálni a résztvevőknek, amely nem szabta gátját annak, hogy folytathassák a képzést, és ennek keretében valósult meg a digitális oktatás, illetve átmeneti időszakban a hibrid oktatás, tehát jelenléti oktatással együtt digitálisan kapták a feladatokat az elmélet vonatkozásában. Tulajdonképpen itt 2756 fő az, aki OKS bizonyítványt kapott, és 206 fő pedig mezőgazdasági vontatóvezető jogosítványt szerzett. 120 fő oktatóval vettünk részt a képzésekben, ami tulajdonképpen párhuzamosan bizonyos értelemben a nappali képzéssel, tehát még inkább gyakorlatot szerezhettek abban, hogy hogyan valósítható meg a digitális oktatás. Ezért tehát nagy kihívást jelentett azoknak az oktatóknak, akik egyébként 55 év átlag életkorral rendelkeznek, tehát ők életkorukból fakadóan nehezebben használják ezt a digitális technológiát, de megbirkóztak vele, és eredményesen hajtottuk végre a projektet, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy nagyjából 1 milliárd forint hatékony felhasználása valósult meg. A cél pedig az, hogy az oktatás hatékonysága legalább ilyen szintű legyen a jövőben is. A kormány is arra törekszik, hogy minél több fiatal lásson biztos jövőképet az agrárszakképzésben. Fontos feladatunk, hogy minél több gyerek, pályakezdő figyelmét felhívjuk arra, hogy az agrárszakképzésben találja meg a jövőjét. Nagyon fontos számunkra, hogy minél többen válasszanak mezőgazdasági hivatást,
és később pedig ebből éljenek, és itt a szülőföldjükön boldoguljanak. Nagyon fontos, hogy infrastruktúrálisan fejlesszük az iskoláinkat, hiszen minél vonzóbb a környezet, annál inkább ráirányul a figyelem, és hát sokkal jobban érzik is magukat a diákok, de nem csak az a fontos, hogy ez a környezet modern legyen és vonzó, hanem az is fontos, hogy magát a minőségi oktatást is csak a legmodernebb eszközökkel, a 21. századi környezetben tudjuk átadni. A fiatal gazdálkodóknak attól nem kell félniük, hogy nem lesz megfelelő mennyiségű pénz a következő években a mezőgazdasági termelésre. Pap Zsolt György vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, hogy minden eddiginél több támogatást kap az agrárium. Az eddigi elmúlt két év, mely átmeneti időszakban jellemezte a vidékfejlesztési programot, a már megemelt társfinanszírozással szolgálta a magyar vidék felemelkedését és annak fejlődését. Ha számokkal kell alátámasztani, az elmúlt időszakban mintegy 1570 milliárd forintnyi támogatási összeg odaítéléséről tudott dönteni az agrárkormányzat, míg a 23-tól induló közös agrárpolitika stratégiai tervében több mint 2800 milliárd forint áll rendelkezésre a mezőgazdaság megújulására, az élelmiszeripar fejlődésére és a teljes vidék megújulására. A mezőgazdaság ezeknek a támogatásoknak köszönhetően soha nem látott technológiai fejlesztésen megy keresztül, a versenyképességhez azonban szükség van a szakember utánpótlásra. Éppen ezért van nagy felelőssége az agrárszakképzési centrumoknak, mondta el Nagy István agrárminiszter. A tárca vezető hangsúlyozta, a szántóföldi növénytermesztésben van elegendő ember, egy szektor azonban kimondottan nagy hiányt szenvedett a közelmúltban. Az állattenyésztés az, ami legkevésbé vonzó a fiatalok számára, az küzd mindig a legnagyobb kihívással, de éppen ezért van a legnagyobb perspektíva is abban. Most újul meg teljes körülön az az egész állattenyésztési technológia. Akik nem versenyképesek, azok bizony be fogják fejezni ezt a tevékenységet, viszont kialakul egy olyan rétege az állattenyésztőknek, amely aztán hosszú távon nagyon eredményesen tud működni. Az látszik, hogy most a szántóföldi növénytermesztés szárnyal, olyan bevételekre tesznek szert, amely soha korábban nem volt. És ez nyilván egy vonzó is arra, hogy fölül a korszerű erőgépre elvégzi azokat a feladatokat, ami a szántóföldön van, aztán majd aratás és aztán értékesítés. Ez ma nagyon divatos. Ugyanakkor persze az, hogy egy állatot akár egy éven keresztül hízlalunk, tenyésztünk, és majd csak utána lehet piacra vinni, az egy nagyon komoly kockázattal bíró és nagyon komoly befektetést igénylő dolog is. És aztán persze miénk a feldolgozóipar, az élelmiszeriparnak a képzési struktúrája is. Itt nagyon meg kell találnunk azokat a munkatársakat, majd a leendő dolgozóinkat, akik ezekben a gyárakban iparszerű körülmények között állítják elő a mindennapi élelmiszerünket. Nem vagyunk könnyű helyzetben. Hiszen ha belegondolunk, a kereskedelem, a szolgáltatás, az ipar, az informatika számos olyan színes lufbalmat ereget a fiatalok számára, amely vonzóbb lehet. De mégiscsak szeretnénk olyan jövőképet, perspektívát felmutatni a fiatalok számára, hogy azt érzékeljék és azt a kihívást tekintsék a magukénak, hogy amíg ember lesz a Földön, addig enni és inni mindig kell. Ennél biztosabb ígéret, amit mindig számon lehet kérni, egyik ágazatnál sincs. A projekt zárón elhangzott, a diákok körében az aranykalászos és a méhész képzés volt a legnépszerűbb, a vizsgázók bizonyítványainak átlaga pedig minden képzést figyelembe véve 4,4 tized lett, ami messze felülmúlta a várakozásokat. Megdöbbentő az adat, több mint 1 millió ember szenved vesebetegségben Magyarországon. Sokan nem veszik komolyan az apró tüneteket és a szűrővizsgálatokat. Ebben a szemléletformálásban is segít a Vesebetegek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete. Vendégünk az egyesület elnöke, Szuhai Judit. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok. Picit beszéljünk magáról az egyesületről, mióta létezik és milyen céllal, milyen fő feladatokkal jött létre. Az egyesület 1989-ben jött létre, igazából a vesebetegeket szerette volna összefogni, kezdetleges lépésekkel a kezelésekre besegíteni a betegeket, elmondani, hogy milyen lehetőségük van a betegség kialakulásakor, és a kezelések alatt koordinálni az életüket. Személyesen önt mi indította arra, hogy az egyesület munkájában részt vegyen? Személyesen
én is érintett vagyok. Igaz, én nem vettem részt művese kezelésen, mivel én élő donoros transzplantáción estem át. Én a barátnőmtől kaptam a vesét ezelőtt 7 évvel. Édesapámtól örököltem a vesebetegséget, viszont édesapámnak a kezelését végignéztem a művese kezelésben. Sokat hallottam az ottani embereknek a gondjáról, panaszáról, és ez a gyerekkoromat, fiatalságomat végigkísérve, ahogy felnőttem és belecsöppentem a másik oldalba, a transzplantációs oldalban, előtte végigcsinálva a diétát, az előkészületeket, bennem van egy olyan erős indítatás, meg akaraterő, hogy mindenkinek egy élete van, és tegyünk magunkért, és én ezt nagyon erősen szeretném átadni a többieknek, mert nem mindenki ilyen erős egyéniség ebben a témában. Vonatkozik ez a megelőzésre is, vagy elsősorban a már kialakult betegségekre, illetve a betegeknek a kísérésére, illetve a betegek életminőségének a javítására? Ez vonatkozik a gyerekeknél, tehát már az unokáknál is látom, hogy úgy próbálom alakítani egy-egy étkezésnél például. Az Egyesület életében új dologként az egészségügyi szakközépiskolával kezdtük felvenni a kapcsolatot, nem csak a közéleti munkával kapcsolatosan, hanem viszont bemenni előadásra, a levelező tagozatra is, és a végzős diákoknak is magáról, a transzplantációról és a vesebetegségről, azoknak a kísérő betegségeinek, a magas vérnyomásról, a cukorbetegségről előadást tartani, hogy hogyan lehet ezt megelőzni, észrevenni, és nem utolsó sorban, és itt jön megint az, hogy egy életünk van, hogy magas vérnyomással problémával felkeresni a házi orvost, ne annyit jelentsen, hogy felírja a házi orvos a vérnyomás csökkentét, és egyedüli betegségként kezelve, hanem ezt kísérő betegségként, figyelemfelkeltő tünetnek venni, és tovább vizsgálni, hogy miért is van ez. Hogyan látja, hiszen eléggé régóta is belülről kíséri ezt a problémát végig, minek köszönhető, vagy minek a következtében létezik ez a rettenetesen magas szám Magyarországon? Ezt nagyon sokszor, nagyon sok helyen, és majdnem mindenki elmondja, hogy ez a betegség egy némakor. Tehát ennek a betegségnek nincsenek tünetei. Ha már tünetei vannak, akkor vagy szerencséje van a betegnek, hogy korán kiderül, vagy örökölte azt a betegséget, és ha a szülő hajlamos rá, vagy olyan előretekintéssel néz a gyerekeire, hogy kivizsgáltassa idejekorán a gyerekeket, vagy pedig tehát... Mi az, amire oda kell figyelni ahhoz, hogy idejekorán kiderüljön, hogy baj van? Az örökletes betegségeknél tudatába kellene lenni, hogy melyek azok a vesebetegségek, amik örökölhetők. Ezt egy ultrahanggal, egy vérvizsgálattal, tehát egy sima nagylaborral ki lehet szűrni. Ami nem örökölhető, de ott már a vesebetegségnél fontos lenne az, és szeretnénk, hogyha a szűréssel be lehetne ezt hozni más prevenciós, megelőzéses vizsgálatokhoz, hogy egy sima nagy laborral, 3 értékkel meg lehetne állapítani, hogy magának a vese működésének, tehát a vese hány százalékosan működik. És onnan már akkor el lehet indulni, hogy milyen fajta életmódot, milyen fajta kezelést lehet a kezelt betegeknél, vagy a kiszűrt eredmények alapján alkalmazni. Mi az, amivel mi magunk tudjuk csökkenteni annak a kockázatát, hogy vesebetegség alakuljon ki, ha nem örökletes betegségről beszélünk? Elsősorban az életmóddal,
Azt tudom, hogy már nagyon elcsépelt a stresszmentes életmód. Meg lehet tanulni a stresszes életmódban is megtalálni az ellazulást, a kikapcsolódást. Az életmódnál fontos a táplálkozás. Nagyon-nagyon könnyen átesünk mindig a ló, hol egyik oldalára, hol a másik oldalára. Amit nekünk elmondanak az orvosaink, az az, hogy mindig mindent mértékkel. Tehát nem kihagyni tápanyagokat, tartalmazó ételeket, nem túlenni magunkat kevés kalóriás ételekkel. Nem, mindent lehet enni, mindent lehet inni, de mértékkel. És a megfelelő folyadékbevitel, gondolom. A másik dolog a folyadékbevitel. Nagyon sokat isznak a fiataljaink, viszont cukros vizet, energiaitalt nem. Csapvíz, és ez csupa nagybetűvel. Magyarország abban szerencsés helyzetben van, hogy a üveges ásványvizeken túl mindentől egészségesebb és sokkal tisztább a csapvíz. És ez napi 2,5-3 liter folyadékot jelent. Aztán a dohányzás. Ahhoz, hogy egy embernek a szervei működjenek, egészséges érrendszer kell. Ebben nagy részt a dohányzás, a másrészt az előbb említett cukros üdítőitalok, de védenünk kell az érrendszerüket. Vannak-e olyan anyagok, amik kifejezetten veszélyeztetik a vesét? Gondolok itt olyan akár drogokra, vagy táplálékkiegészítőkre, amik esetleg kockázatot jelenthetnek. Én nem mennék ilyen mély következtetésre, hogy drogok, mert leges-legelső dolog, amikor elmegyünk az orvoshoz valamilyen betegséggel, vagy el sem megyünk az orvoshoz, csak fáj a fejünk, tehát az antibiotikumok, a fejfájás csillapító, a különböző megfázásokra, tehát bármilyen antibiotikum. Azért lenne fontos a szűrővizsgálat bevezetése, vagy legalábbis a körzeti orvosoknál arra való odafigyelés, hogy a vese funkció milyen, hogyha jön a betegnél egy antibiotikum felírás előtérbe kerül, akkor vannak olyan antibiotikumok, amik nem a vesén keresztül választódnak ki. Tehát minél kevesebb olyan antibiotikumnak a használata, amit a vese választ ki. Mi az, amit az Egyesület meg tud tenni, akár a betegekért, de akár arról is beszéltünk, hogy abban is szemléletváltás kellene, hogy hogyan tekintünk erre a betegségre. Tehát tud-e az Egyesület abban elérni eredményt, hogy maga az orvoslásban ez más helyre kerüljön. Tehát legyen egy olyan protokoll, hogyha valaki magas vérnyomással kerül az orvoshoz, akkor igenis kötelező jelleggel nézzék meg, hogy nincs-e a vesével valami probléma. Én úgy látom, hogy ez még egy picit messzebb van. Tehát én most pici lépésekkel azzal kezdtem, hogy május 22-én rendeztünk egy családi napot a Tüskevárban. Az egyesületünk 170 főből áll, egyelőre még elég passzív a hozzáállás, 60 egyesületi tagot tudtunk megmozdítani, de ez már nagy szó. Én először az egyesületet szeretném, lehet, hogy rossz kifejezés, feléleszteni, tehát életet vinni az egyesületben, hogy találják meg az saját életüket, és álljanak ki a saját életükért, mert én egyedül, mint egyesületi vezető, én ezekben nem tudok lépéseket tenni, tehát mindenki saját maga tud ezért tenni, hogy az orvos szemlélet, tehát az orvos csak a beteggel együtt tud változtatni a szemléletén. Mekkora változást jelent egy vesebetegség a beteg számára a korábbi életéhez képest? Nagyon sokat, attól függően, ha nem alkalmas transzplantációra, az egészségi állapotától és az életkorától függően, akkor heti 3-4 órát bennül a művesekezelőben. Ha transzplantációra kerül, akkor a transzplantációs szakrendelés az első fél évben ez heti 1-szer 1 nap,
Egyébként 3 havonta kell szakrendelésre járni, tehát ez már nem. Ott vissza tudnak menni dolgozni a transzplantáltak, tudnak sportolni a transzplantáltak. Van olyan transzplantált, aki gyereket is vállalt. Tehát ez elég sokrétű az egyesületnek, az egyesület tagjainak a résztvevői, mert van olyan művese kezelt, aki hasi dializált, és aki otthon végzi a kezelését, vagy pedig van olyan munkahelye, ahol ott is el tudja végezni, egy zárt kis szoba szükséges hozzá, 20 perc és meg tudja tenni. Akkor azt gondolom, hogy van feladat bőven az egyesületnél, én ehhez nagyon sok sikert kívánok, és minden eredményről szívesen beszámolunk. Köszönjük szépen, hogy befáradt a stúdióba. Nagyon szívesen. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, új műsorra legközelebb hétfőn jelentkezünk. Várjuk Önöket akkor is, viszontlátásra!